Köszöntöm kedves nézőinket, a Pilisi Szemlét, a Pilis TV közéleti és kulturális magazinját látják. Valkovics Mária vagyok. Nem éppen tavaszi időjárással köszöntött be a május, de a szinte őszi időjárás sem szegte kedvét sem a környék programszervezőinek, sem a programok látogatóinak. Stábunk is rengeteg eseményen járt az elmúlt időszakban, ezek közül néhányról rövid összefoglalót is készítettünk Önöknek. A tartalomból röviden. 50 évet ünnepelt a Solymári Férfi Kórus. Majális a Solymári Jegenyevölgyben. Minden, ami kakas, 7. kakas szépség és főzőverseny Szent Ivánon. Embert próbáló akadályverseny volt Szent Ivánon. Mennyek királynéja, Mária kegytárgyakból nyílt kiállítás a Solymári Bauernhausban. Természetesen lesznek hírek, ajánlunk programokat is, tartsanak velünk ezen a héten is. Az év önkéntes tűzoltó egyesülete címet adományozta a Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesületnek Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság igazgatója. A kitüntetést Nagy Balázs elnök 2019. május 3-án vette át a tűzoltónap alkalmából megrendezett ünnepségen Budapesten. Az oklevél kíséretében egy Szent Flórián szobrot is kapott az Egyesület. Április közepén elindult a jövő vasút fejlesztésével foglalkozó Budapest Vasúti Stratégia projekt. A projekt fő célja, hogy olyan hosszú távú és megalapozott fejlesztési terv készüljön, amely számol minden a vasutat használó szereplő szempontjával és megfelel a 21. század elvárásainak. Mivel a vasúti közlekedés mindenki közös ügye, a stratégia készítése során több lépésben széleskörű társadalmi egyeztetés indul, amelynek eredményei beépülnek a stratégiába. Első körben május 15-éig várják a képernyőn látható honlapon kialakított felületen át az utazó közönségtől a javaslatokat, hozzászólásokat a következő témákban. Vasútállomás fejlesztés, vonattal a Dunán át, vasúthálózatfejlesztés, vasúti járműfejlesztés, szolgáltatás, szervezet intézményfejlesztés, szabályozásfejlesztés, egyéb a vasúttal kapcsolatos kérdések. Karbantartás miatt május 13-ától 26-ig zárva tart a keleti pályaudvar. Emiatt számos vonat menetrendje, útvonala és végállomása módosul. Többek között az esztergomi vasútvonalat is érinti a módosulás. Hétköznap az S72-es járatok Pilis Csabától Angyalföldön keresztül Rákosligetet érintve Pécelig fognak közlekedni ebben a két hétben. Szombaton és vasárnap Óbudán lehet majd átszállni a zónázóról az S72-es jelű Óbuda-Pécel járatra. További információkat a MÁV csoport oldalán találnak. Idén ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját a Solymári Férfi Kórus. A kerek évforduló alkalmából hangversenyt adtak a Solymári Apáczai Csere János Művelődési Házban, amely megtelt érdeklődőkkel. A jubileum alkalmából készült rövid összeállításunk következik. Megtelt a Művelődési Ház színház terme érdeklődőkkel a Solymári Férfi Kórus 50 éves jubileumi hangversenyén és kiállításán április 27-én délután. A hangverseny fanfárral kezdődött, melyet Vencel Mihály tenorkürtön és Bonivárd Gergő trombitán adtak elő, majd az Eng az ének, Száll az ének című dalt énekelve vonultak be a kórustagok, élükön a zászlójukat vivő Pakó Károllyal. A megjelenteket Novoszádek János köszöntötte, majd a kórus nevében Vencel Mihály mondott ünnepi beszédet. Fél évszázad kell, míg egy lehullott termésből éltes fa válik, mely már sikerrel dacol ugyan az időjárás viszontagságaival, évről évre újra termést hoz. Ehhez a fához hasonlítanám kórusunkat, mely erős gyökérzettel kapaszkodik a hagyományok talajába, megvannak a törzsét alkotók,
akik még az alapító tagokkal együtt szívták magukba a helyi német kultúrát tápanyagát. És megvannak a magasba törő ágak, amelyek szertágazóak, különbözőek, de egységesen alkotják a lombozatot. 50 év nem kevés idő egy kórus életében. A solymári férfi kórus ez idő alatt rendszeresen vett részt minősítéseken. Első alkalommal 1971-ben Vácott bronzkoszorút, legutóbb 2009-ben hangversenykórus minősítést ért el. 3 alkalommal vettek részt kórus versenyeken, ahol a férfi karok között egyszer ezüst, kétszer pedig bronzfokozatot értek el. Hát alapvetően az már egy nagyon nagy dolog, sőt nagyon büszkének kell lennünk arra, hogy 50 éve fennáll ez a kórus, mert nagyon sok amatőr kórusnál, amatőr kezdeményezésnél elkezdődik, és egy idő után vált, és vagy megszűnik a kórus, vagy valami más lesz belőle. Itt viszont én még csak 8 éve vagyok itt a kórusban, illetve 7,5 éve vezetem a kórust. Azóta azt lehet, hogy van egy hagyománya, amit őrizni szeretnének, ezt lehet mondani, és minden mellett nyitottak az újra még bármennyire, azt lehet, tehát hogy lehet rajtuk esetleg látni, hogy idősödnek, tehát, de akkor is nyitva vannak még mindenféle újra is, és hát persze szeretnek visszanyúlni a régi dolgokhoz. Ez azért nem annyira szokványos egy amatőr kórusnál, hogy 50 évig így fennálljon. Najlika fajje, to samma olikren, to hotfajne okelite lipe fosupen, trumtrari-radi-radi-radi-o, to hotfajne okelite lipe fosupen. A férfi kórus 1985-ben szerepelt először Németországban, Öhringen városában. Ellátogatás alkalmával kerültek kapcsolatba Wüstenrot községgel, ahol a meghívásnak elegettéve nagyban hozzájárultak a két község közti partnerkapcsolat kialakulásához. Hát olyan nincs, aki 50 éve énekel a kórusban, de 40 éve énekel már velünk egy kórustag. De nagyon érdekes, hogy ugye solymári kórus, tehát nagyon sokan solymáriak, még svábok, tehát ők érthető módon harcolni akar a dialektusokért, és meg harcolnak azért, hogy énekeljük a sváb népdalokat. De ugye van a kórusban budapesti székhelyű mérnök, vagy már nyugalmazott mérnök, vagy van bányamérnök, és ettől színes, tehát ettől inkább színes lesz. 23-an vagyunk most, mármint hogy a tagok, 24-en, csak most egy tagunk éppen nem tudott fellépni velünk, de 24-en énekelnek aktívan. A mostani koncerten a kórus régi dalaiból és újabbakból is hallhattunk részleteket, sváb népdaloktól kezdve egészen az operáig. Repertoárból újat nem tanultunk direkt, viszont a nagyon régiekhez is hozzá visszanyúltunk régi darabokhoz, tehát azt újra kellett tanulni. Mi tudtuk már jó régóta, hogy most lesz ez az 50 éves jubileum, úgyhogy az igazi készülést azt most kezdtük el februárban, de előtte azért már az elmúlt évadot úgy kezdtük, hogy vegyünk elő régi olyan darabokat, meg énekeljük át, meg egy kicsit ugye ezt energiába is lába jobban kell bírni, mint hangba, hogy ott 2 órát álljanak a fiatal emberek, és hogy tudják tartani magukat, ezt nem egy fiatalon se könnyű, és ebbe is, meg hát ez hang, ne kelljen gondolkozni, mit fognak énekelni, de azért az hozzátartozik, hogy még januárban, ugye 31-én volt a kórus alapítása 69-ben, és még januárban volt egy misénk, február 3-án, elnézést, Balázs napon, de volt egy mise, amit a kórusért mondattunk, és ott mi énekeltünk egyházi énekeket, tehát az volt az egyházi része a misén, és akkor utána pedig most itt ez a világi. A koncert mellett a közönség egy kiállítást is láthatott, amely a kórus történetét mutatta be. Solymár első férfi kórusát már 1885-ben megalapította egy Hugo Lauros nevű osztrák mérnök, és 1913-ig vezette is. 1932-ben a kórus felvette a Cecília Dalkör nevet, és egészen 1946-ig ezen a néven működött. Ekkor azonban a tagok nagy részét családostól kitelepítették, így működésük befejeződött.
Magyar Ferenc kezdeményezésére és Kelemen Istvánné általános iskolai énektanár segítségével 1969. január 30-án újjá alakult. Ennek éppen 50 éve. 1976-ban vette át a karnagyi feladatokat Kempelen Tünde, a Kultúrház akkori igazgatónője, aki a férfi kórus közreműködésével megszervezte a Solymári Zenei Hetek hangversenysorozatát. A rendezvénysorozat a mai napig is működik, Bárdos Lajos Zenei Hetek néven budapesti székhellyel. 1984-ben Marosi Albert lett a kórus szakmai vezetője, 1987-ben bekövetkezett haláláig. Őt Korsóstén Havasi Cecília követte, ő vezette tovább a kórust 1989. januárjáig. Ezután a kórus karnagya Gerendai Endre és állandó segítője Gerendai Ágnes, akik 16 éven át feleltek a szakmai munkáért. 2005-től Tóth Árpád vette át a karnagyi feladatokat, aki Juhász Diánát hívta maga mellé helyettesnek és zongora kísérőnek. 2011. októberében Tóth Árpád lemondott posztjáról, helyét Juhász Diána és Fábián Attila vette át. 2012. októberében Juhász Diána is távozott, azóta a kórust Fábián Attila vezeti. A mostani koncert végén régi kórustagok is csatlakoztak az énekléshez. Voltak benne olyan pillanatok, amik ugye a próbán soha nem jönnek ki. Fantasztikus pillanatok is voltak a hangzásban, a koncentrációban, és hát a hatás volt. Ez a közönség is tudta értékelni, tehát lehetett hallani. A műsor elég színesre sikerült, hál' Istennek így is terveztük, hogy minél színesebb legyen az 50 évből, azért elég sokat tudjunk meríteni, és hát mellette, hogy szeressék is énekelni, a közönség szeresse is hallgatni, és hát voltak olyan felemelő pillanatok, hogy tényleg azt mondja az ember, hogy ezért érdemes. Ha május 1-e, akkor Jegenye Völgyi Majális Solymáron. Kegyes volt az időjárás a szabadtéri rendezvényekhez május 1-én. A napsütés és a kis és szeles, de kellemes meleg kicsalogatta a solymáriakat a Jegenye Völgybe, ahol idén is színes programokkal várták a családokat. Stábunk a késő délelőtti órákban járt a rendezvényen. Kegyes volt az időjárás május 1-én a solymáriakhoz, és a délelőtti órákban megtelt a Jegenye Völgy majálisozni vágyókkal. És ez még csak a kezdet, bízunk benne, hogy délutánra még nagyobb tömeg lesz. A szokásos majálist rendeztük meg, hát ez a program most már mint egy másfél évtizedes múltra tekint vissza, eleinte civil szervezetek csinálták, de hát túlnőtte magát a rendezvény, és ugye a Solymári Település Üzemeltetés Kft. És a Solymári Nagyközség Önkormányzata most már évek óta így együtt ez a csapat rendezi a majálist. Különböző programok vannak, főzőverseny, gyermekprogramok, lézertek, rekeszmászás, kézműves foglalkozások, árusok, minden, ami egy ilyen majálishoz szükséges. Én azt hiszem, hogy ennek az egyik legnagyobb értéke és értelme az, hogy ez egy családi program. Itt el lehet engedni a gyerekeket, itt szaladgálhatnak a réten, az erdőbe, biztonságban, és mindenki elég jól tud szórakozni. Az valóban egy óriási kegyelem, hogy ilyen jó időjárás van. A színpadon már reggeltől egymást váltották a fellépők, láthattunk zenei és táncprodukciókat, mesejátékot és baranta bemutatót.
Meine Hund! Meine Hund! Rengeteg interaktív program várta a gyerekeket, lehetett idén is rekesztmászni, kipróbálni az ősi harcművészeti eszközöket, volt arcfestés és csillámtetoválás, lézerteg, a vállalkozó kedvűek pedig megmérethették magukat futásban. Szintén már hagyomány és minden évben nagy sikernek örvend a főzőverseny, melyen idén 8 csapat vett részt finomabbnál finomabb ételekkel. Ebben az évben Sojmár egyik legnagyobb adózója hatalmas csapattal vett részt a rendezvényen, emellett pedig a rendezvényt is támogatták. Két csapatunk is részt vesz a főzőversenyen, az egyik egy jó nagy üstben pörköltöt készít, nagyon finom, én már megkóstoltam, a másik csapat pedig egy kapros káposztát készít, ami szerintem egy különleges étel, nagyon finom, megkóstoltam, úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy kóstolják és kóstoljátok meg. Hát körülbelül 30-an vagyunk itt legalább, de lehet, hogy 40-en, 50-en és családtagokkal együtt, meg talán még többen. És nem csak a főzésben és főzőversenyen veszünk részt, hanem az előbb játszottunk lézer game-et, megyünk futni, úgyhogy aktív tagjai és részesei leszünk ennek a mai majálisnak. A vállalat már évek óta támogatja a majálist, de most először vesznek részt személyesen is a rendezvényen. Váltunk. Életében nagyon fontos az, hogy a helyi közösségek mindennapjaiban részt vegyem, és az is fontos, hogy az egészséges életmód, a sport, az is részévé váljon egyrészt kollégáinknak, dolgozóink mindennapjainak, illetve, hogy részt vegyünk egy ilyen városi vagy helyi rendezvényen, nagyközségi rendezvényen. Szerintem nagyon fontos két okból is. Az egyik az, hogy kollégáimmal így együtt lehetek egy kicsit lazábban, egy olyan napon, amikor tulajdonképpen nem munkáról, hanem szórakozásról van inkább szó. És hát természetesen az is nagyon fontos, hogy közel legyünk a vásárlóinkhoz, akik nap mint nap betérnek hozzánk, és ezen keresztül is szeretnénk őket egy kicsit jobban megismerni, hogy mivel készüljünk számukra az áruházakban. A programok mellett maga a helyszín is gondoskodott arról, hogy mindenki jól érezze magát. Az erdő és a patak számos izgalmat és felfedezni valót rejt a gyermekeknek, aki pedig inkább a nyugalmat és a pihenést részesítette előnyben, az akár egy pokrócra is leheveredhetett a zöld fűbe, hogy élvezze a tavaszi zsongást és a napsütést. Idén már 7. alkalommal rendezték meg Pilisszent Ivánon az Összpilis medencei kakasz szépségversenyt és majálist. A program évről évre nagy népszerűségnek örvend, idén is rengetegen látogattak ki a rendezvényre, nem csak Szent Ivániak jöttek el, hanem más településekről, sőt Budapestről is érkeztek az érdeklődők. Itt a kakas, hol a kakas! Két évvel ezelőtt a kakasz szépségverseny sokkal kisebb rendezvénynek indult. Helyszíne nem is a sportpálya, hanem a tájház udvara volt. A rendezvény azonban hamar kinőtte magát, így nagyobb hely kellett neki. Ezért került át ide a sportpálya területére, ahol minden lehetőség adott, hogy kicsik és nagyok, és persze a kakasok egyaránt jól érezzék magukat. Eleinte a dátum is más volt, csak később kötötték össze a szervezők a majálissal. A rendezvény ötletgazdája Pilisszent Iván jegyzője, dr. Peller György. Először ugye a kakas szépségverseny nem május 1-én volt, aztán utóbb kötöttük össze, viszont új ötleteket azért teszünk be, tehát idén például lesz kukorékoló verseny a falu kakasainak, bár nem a kakasoknak, hanem a férfiaknak, bár nem kötöttem meg, tehát nők is indulhatnak, úgyhogy aki a leghangosabban tud majd kukorékolni, lehet nevezni, az megkapja a falu leghangosabb kakasa címet. Mindig van gyerekprogram, buborék foci, az tavaly is volt, nagyon szerették, úgyhogy idén is van, ugrálóvár, arcfestés, és ezek mind vannak, tehát gyermekprogramok is sok, de a gyerekek is becsülhetnek a kakasra, tehát, és kukorékolhatnak is, tehát 0-tól 99 éves korig van meghirdetve. Az újdonságok mellett természetesen szerepeltek a már hagyományosnak számító programok is. Hagyomány ugye a kakas súlybecslés, jelen pillanatban ugye 200 forint befizetésével annyit elárultam, mert a saját kakasom, hogy 3 és 4 kiló között van a kakas, azt meg kell becsülni, aki a legközelebb becsül hozzá, vagy eltalálja,
tavaly 1 gram különbséggel eltalálták. Aki eltalálja, vagy a legközelebb, az megkapja. Jelmezverseny is van. Hát nem szokott olyan sok jelentkező lenni, de mindig van legalább egy, aki beöltözik. Most is egy jelentkező már van. És persze hát a szépségverseny az működik, ahogy szokott, igen. A rendezvény nevében nem csak egy szépségverseny, hanem főzőverseny is szerepel. A sátraknál már a reggeli órákban folytak a főzés előkészületei. Idén a versenyzők feladata a kakaspörkölt elkészítése volt. Most 8 csapat van, jelen pillanatban nem kakasból bármit főzőverseny, hanem kakaspörkölt főzőverseny, de lehet, hogy visszatérünk idővel a kakasból bármit főzőversenyre. Tehát, mert azért próbáltuk, hogy összehasonlítható legyen, mert ugye a kakasból bármit, akkor aztán tényleg bármit lehet főzni. Most a pörköltöket fogjuk összehasonlítani, de ezen kívül bármi mást is főzhetnek a csapatok, ugye azért, hogy a barátokat, a családot ellássák, tehát az érdeklődőket. Hát a zsűriben Kisberg Balázs lesz, ő az elnök, ő a zsámbéki gazdakörnek az elnöke. Cserébe én is megyek a zsámbéki, tehát nem a zsámbékon, hanem Buda őrsön a május 11-én lesz ott is. Ott baromfi szépségverseny van, cserébe én is megyek oda a zsűrinek. Ugye ő is agrármérnök, tehát szakmabeli. Akkor Marlok Péter, aki ugyancsak agrármérnök, teljesen szakmabeli. Major Gabi, aki az én általános iskolás osztálytársam volt, ő egy nemzetközi baromfi zsűri, tehát ő aztán abszolút hozzáértő, és akkor Hatfi Robi bácsi még a zsűri tag, illetve a polgármester asszony kinézetre, ugye ő a művészeti oldalról a színek szempontjából ítéli meg a kakasokat. A délelőtti kezdésre érkezők egy élő főzőműsornak is részesei lehettek, hiszen Szendrei Bence sztárséf néhány főzési trükkel és finom falattal örvendeztette meg a Szent Ivániakat. Tehát a csirke sütés, meg az ilyen baromfi félék sütését szerintem a lehető legrosszabb, hogyha túl sütjük. Tehát általában az szokott a hiba lenni, hogy ilyen 20-30 percig sülnek maradjunk a csirkénél, a csirke mellett, és teljesen kiszárad. Ahhoz, hogy egy ekkora rendezvényen minden flottul és tökéletesen rendben menjen, hosszabb előkészület szükséges. Hát azért ez ugye a háttérben zajlik, tehát erről ezért nem tud nagyjából így a külvilág, de egy nagyon fontos dolog, mert hónapokkal előtte kezdjük az engedélykéréseket, tehát a tisztifőorvostól, a rendőrségig, ANTS, tehát nagyon-nagyon sok területen kell engedélyt kérni. Ezt ugye leellenőrzik, nyilván nem megszokásból kapjuk meg erre az engedélyt, és hát több száz ember van itt ilyenkor, úgyhogy meg kell oldani azt is, hogy legyen rendvédelemtől is valaki, tehát a rendőrséggel is egyeztetünk, polgárőrség is jön. Úgyhogy egy nagyon összetett feladat, de miután azért ennek úgy kialakul a menetrendje, tehát megvan a rutinja, ezért egy 2-3 hónap alatt ez megoldható. Én azt gondolom, hogy ez minden évben nagyon jól szokott sikerülni, hiszen egy összeszokott csapat szervezi, és az a lényeg, hogy akik ide jönnek, azok jól érezzék magukat, és ne lássanak ebből semmit, ne érezzenek abból semmit, hogy nekünk ez háttérben mondjuk azért sok munkával jár. Mindez azonban megéri, hiszen az ilyen rendezvényeknek, amellett, hogy kikapcsolódást nyújtanak, közösségépítő erejük van. Hát egyrészt a világ körülöttünk arról szól, hogy hogyan lehetne szétválasztani az embereket, mert ezt látjuk. Nyilván, aki követi a napi híreket, az látja, hogy nem egészen az összefogás, hanem inkább az, hogy mindenki a maga gondolatait külön élje meg a maga életét. Én azt gondolom, hogy itt ez egy nagyon erős, régi, ősi közösség. Hát most ünnepeltük éppen a napokban ugye a 295. születésnapját Szent Ivánnak, és ez pontosan ezzel függ össze ilyen értelemben, hogy itt azok, akik valaha a vezetéssel, önkormányzattal foglalkoztak, mindenki fontosnak érezte, a kukorékolá. Tehát mindenki fontosnak érezte, hogy összetartsuk ezt a közösséget. Hála Istennek mindig érkeznek új emberek, akik ebben segítenek minket, és én azt látom, hogy szóval attól nagyobb boldogság nincs, mint amikor egy település, falu, kisközség, város, mindegy, hogy nézzük. Annak van egy olyan fix, stabil közössége, sok-sok csapatból összetevődve, akik ilyenkor jól érzik magukat, és ahogy én most például 2 hónappal ezelőtt kaptam egy e-mailt Budapestről, egy számomra ismeretlen hölgytől, aki megkérdezte, hogy lesz-e idén is kakaszszépségverseny, mert hogy ők szeretnének jönni. És ez azért jó, mert viszi egyrészt a hírünket, de nem is a hírnév a lényeg ebben, hanem az, hogyha aki idejön, az tudja, hogy itt jól érzi magát. Roppant egyszerűen oldjuk meg ezeket a
rendezvényeket. Én azt gondolom, hogy nincs ebben semmi olyan extra csillogás, ami vonzana. Inkább az, hogy itt mindenki mellett meg lehet állni, oda lehet menni a kis csapatokhoz, lehet beszélgetni. Olyan emberek találkoznak, akik lehet, hogy egész évben nem futnak össze a faluban, bár pici falu vagyunk. Tehát valahol itt van a lényege. Végül lássuk az idei év eredményeit. A kakasz szépségverseny győztese haszonkakas kategóriában Peller Alendelon lett, második helyezett Silver Csúzi, harmadik pedig Fernando Roberto. Díszkakas kategóriában az első Rudi kakas lett, a második pedig a Pörkölt nevű kakas. A szépségverseny közönségdíjasa Fernando Roberto lett. A kakas súlybecslést Komp Mira nyerte, a leghangosabban kukorékoló kakasok a Sörkakasok lettek, a főzőversenyt pedig a Pilisi Kakasok csapata nyerte. Különleges versenynek adott otthont április 27-én Pilis Szent Iván. Az Xtreme Trail által rendezett akadályfutó verseny során a versenyzők bejárták szinte az egész falut, a sportpályától a Slötyéig. Az eseményen a Pilis TV stábja is ott járt, most következő összefoglalomban meg is mutatjuk önöknek, mivel kellett megküzdeniük a versenyzőknek. Are you listening? Damn. Innen a Pilis Szent Iváni sportpályáról indult az Xtreme Trail által szervezett akadály- és terepfutóverseny rajtja, és ahogy a képeken is látják, ide is érkeztek a befutók vissza. A kettő között azonban jó néhány kilométerrel és még több akadállyal kellett megküzdeniük a versenyzőknek. Az ilyen típusú versenyek egyre divatosabbak Magyarországon is, így nem csoda, hogy az Xtreme Trail-esek próbáltak újdonságot csempészni a saját versenyeikbe. Igazából ez az egész őrület 2016-ban indult, mikor a baráti társasággal nagyon sok ilyen jellegű versenyre jártunk, és megfogalmazódott az ötlet, hogy miért nem csináljuk meg magunknak a mi magunk versenysorozatát, mindazokon ötletekkel, amikkel mi úgy gondoljuk, hogy egy kicsit jobbak, kicsit egyedibbek lehetünk, így a saját kútfőből építkezés, meg az, hogy kicsik vagyunk, családias és magyarok. Az eltelt 3 évben évről évre változott, fejlődött a verseny. Igen, változott, mert egyre több akadályt és olyan akadályt találunk ki, amit magunktól, tehát az elsőtől kezdve, már magunktól, tehát mint Gábor is említette, hogy nagyon sok más akadály versenyre állunk, de megpróbáltuk azt, hogy onnan nem elhozna az akadályokat, hanem saját magunk tervezett dolgunk legyen. A Pilis Szent Iván terepviszonya adottságai tökéletesen alkalmasak egy ilyen típusú rendezvény megszervezéséhez. Ahol pedig túl könnyűnek tűnne a pálya, ott a szervezők gondoskodtak a nehezítésről. Hát a terepviszonyokat mindig megpróbáljuk úgy beletenni a versenybe, hogy az elején azért ne legyen még szigorú emelkedő, de rengeteg futással, és majd aztán jönnek az emelkedők, persze mindig a tereptől függően, de hát itt nagyon jól sikerült összeraknunk a terepviszonyok miatt. Ami így a versenyzőktől hallottunk, nem is gondoltunk rá, hogy akadálynak azt fogják kiemelni, tehát az első 3 versenyzőt megkérdezik, mi volt a legnehezebb, és azt mondták, hogy a patak alatti medvejárás, mert ugye nem lehet kiegyenesedni, tehát medvejárásba kell menni. Hát arra nem gondoltunk, hogy az lesz számukra a legnehezebb, mivel most is egy új akadállyal álltunk elő, azt is mi találtuk ki közösen, és az úgy néz ki, egy csőrendszerből van összerakva, egy csőváz, és akkor azon kell végigmenni. Hát úgy hívják, hogy Monkey Bar, de azt mi még egy kicsit összeötvöztük a úgymond ilyen atlétikus gyakorlatokkal, és a tornából vett kötél és gyűrű gyakorlatokkal, és akkor ezt kell megcsinálni. Hát ez is úgy nézett ki, hogy így megkérdezve utólag, hogy hát ez elég nehéz volt. Úgyhogy egyelőre ez a kettő a mai verseny, ami a sláger.
Ahogy a képeken is látszik, a pálya valóban nem könnyű, de aki szereti a kihívásokat, könnyen beleszerethet az ilyen típusú megmérettetésbe. A szervezők pedig úgy tervezték meg a pályákat, hogy a nagyon és a kevésbé edzettek is megtalálják benne a számításukat. Igazából itt most 4 távon megy a verseny, ez szól a felnőttek versenyéről és a gyerekek versenyéről. A felnőtteknél 2 táv van, 8 plusz kilométerben határoztuk meg, és 16 kilométer pluszban. A gyerekeké meg ilyen 7-800 méter, és a nagyobbaknak, a junioroknak pedig 2,5 kilométer. Összesen 30-32 akadállyal dolgozunk, és megpróbáltuk úgy variálni a gyerekeknél is, hogy mérettől függően mindenki megtalálja magának a megfelelő kihívást. Aki járt már hasonló versenyen, az tudja, hogy nem feltétlenül tud valaki minden akadályt hibátlanul teljesíteni. Ettől azonban nem kell feladnia a versenyt, csak vár rá egy kis büntetés. Ezen a versenyen ez is kicsit más, mint máshol, de az izomláz azért így is garantált. Itt igazából nálunk nem az a cél, hogy a büntetéssel fektessük meg az embereket. Itt nálunk 20 gogolás van, autógumival, minimum melltartásban vagy fej fölött. Itt az a lényeg, hogy az ember mindig megpróbálja, jókedvel próbálja meg az akadályt, és ne abba fáradjon el, hogy büntetőzik, hanem abba fáradjon el, hogy élvezi a versenyt. Ettől is egy kicsit másabbak vagyunk, ettől vagyunk mi az Extreme Trail. Körülbelül 8000 darabot számláló gyűjtemény több mint 1000 válogatott darabjának adott otthont közel egy hónapig a Solymári Schwab-ház. Stábunk a Mennyek királynéja elnevezésű kiállítás áprilisi megnyitóján járt. Egy körülbelül 8000 darabot számláló gyűjtemény több mint 1000 válogatott darabjának adott otthont közel egy hónapig a Solymári Schwab-ház. Az egész épületet megtöltő kiállítás a keresztény kultúrkör színes, változatos Mária ábrázolásaiból mutatott beválogatást. A megnyitó napján zsúfolásig megtelt a Schwab-ház udvara. Az érdeklődőket a ház vezetője, Hartmann Hellebrand Hilda köszöntötte, és egy személyes élményen keresztül beszélt arról is, hogy a solymáriak számára mindig is fontos volt Szűz Mária dicsérete, tisztelete. A Mária kultusz, a segítő szűzanyához intézett imák mindig fontosak voltak az itt élő sváboknak, és erről engedjenek meg, hogy egy személyes anekdotát meséljek. Ugye én itt születtem, én sváb származású vagyok, és nagyon gyakran megtettem az útvonalat Solymár és Frankfurt között kocsival egyedül. És amikor kigördült az autóm a solymári udvarunkból, akkor az anyukám mindig így búcsúztatott el. Imádkozom a solymári segítő szűzanyához, meglásd, veled lesz az úton, és egészségben megérkezel. 15 év alatt nagyon sokszor tettem meg ezt az utat, és mindig egészségben megérkeztem. Ezután a gyűjtemény létrehozója, Gera Olga beszélt a kiállítás tárgyairól. Sokan, akik betérnek hozzánk, vagy megnézik a kiállítást, bizony meghatódottan, vagy ők maguk is mesélnek történeteket, imádságukról, élettörténetekről, megmenekülésről sokszor bizony-bizony életmentő dolgok is vannak, itt is vannak olyan tárgyak, amikhez ilyen történetek kötődnek. És most a húsvét ünnepére készülve, egy kicsit Krisztus, Jézus Krisztus életéhez kapcsolódó kereszteket is, festményeket is, szobrokat is láthatnak. Úgyhogy most ez egy húsvéti hangulatú kiállítás, egy kicsit más, mindig mindegyik kiállításunk más. És nagyon különleges, hogy ebben a házban, hogy tényleg még a kis konyhában is megtaláltuk a dolgoknak a helyét. A kiállítás megtekintése előtt a vendégek Mária énekeket hallhattak a Lélekhang kórus előadásában. Műsorukban egy dal erejéig vendégként közreműködött a solymári Milbik Marika néni is. Hozdány kindlein nochmals grüßen, dann will ich nach Hause gehen. Verlass mich nicht, verlass mich nicht, verlass mich nicht.
lass mich nicht, Maria. Menjek irányi asszonyat, körülj szív szűz halleluja, mert itt méhekben hordozni, szíltó volt a szelemmel. Most pedig lássuk a programokat. Rokonlátogatók, magyarországi németek az Állambiztonság célkeresztjében címmel tart előadást dr. Slagta Krisztina a Solymári Bauernhausban május 9-én, csütörtökön 18 órakor. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levértára tudományos kutatójának előadása ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Ugyanezen a napon este 7 órától Takaró Mihály tart irodalmi estet Tisza Istvánról Pilis Szent Ivánon az iskola aulájában. A program diákoknak ingyenes, felnőtteknek 700 forintba kerül a belépő, mely magában foglal egy pohár bort és némi harapnivalót. Az est végén pedig 3 Tisza István témájú könyvet fognak kisorsolni a résztvevők között. Május 11-én, szombaton 16 órakor a Budai Képzőművész Egyesület Kikelet című kiállítás megnyitójára kerül sor Solymáron a Művelődési Házban. A kiállítás Daragics Éva művészettörténész fogja megnyitni, köszöntőt mond továbbá Tarcsányi Otilia, a Buket elnöke. Az eseményen közreműködnek még a Kiszenede növendékei és Balog Istvánné, akinek a szavalatát hallgathatják meg majd a résztvevők. A tárlat május 23-áig tekinthető meg. Még tart a Mesterségek dicsérete című kiállítás a Solymári helytörténeti gyűjteményben, ahol a résztvevők munka közben is megfigyelhetik a mesterembereket. Május 14-én és 16-án, kedden és csütörtökön 9-től délig, 15-én szerdán pedig déltől 14 óráig a következő foglalkozások művelésébe lehet bepillantást nyerni. Díszítőfestés, aranyozás, seprűkötés, létrakészítés, ötvös művészet, szabásvarrás, bőrművesség és fodrászat. A belépés ingyenes, a csoportok számára viszont előzetes bejelentkezés szükséges a képernyőn látható telefonszámon. A Mesterségek dicsérete finisszázsa május 19-én vasárnap 16 órakor lesz a helyszínen, a helytörténeti gyűjteményben. A szintén díjmentes záró eseményen újra találkozhatnak a résztvevők a solymári mesteremberekkel, és zenével, tánccal búcsúztathatják a kiállítást. Vas Virágíró újságíró lesz a Solymári Apáczai Csere János Művelődési Ház vendége május 17-én pénteken 18 órakor. Az írónő 9. könyvét, az örökké rövid történetét fogja bemutatni. A program díjmentes, mindenkit sok szeretettel várnak. Ugyanebben az időben, tehát 17-én pénteken este 6-kor Vörösváron a Művészetek Házában Liza Elinornak a Naplementék festőjének kiállítás megnyitójára látogathatnak el az érdeklődők. Az elsősorban naplemente festményekből álló tárlatot Lázár Csaba fogja megnyitni. A kiállítás június 6-áig tekinthető meg a Művészetek Háza nyitvatartási idejében. Ugyanitt a kiállítás megnyitó után fél órával, 18 óra 30-tól a Világjárok sorozat keretében Ás László világutazó Etiópia színes világába fog elkalauzolni. A vörösvári programokra a belépés szintén ingyenes.
13. országos fakitermelő verseny, 5. parkerdőkupa és Pilisi Len családi nap. Mindenre egy időben, május 18-án szombaton kerül sor Pilisszent Ivánon a sportpályán. A versenyzők 9:30-tól regisztrálhatnak, a rendezvények hivatalosan 10 órától fognak kezdődni. Az eredményhirdetés délután 3:30-kor lesz. A köztes időben gépbemutatón és alpintechnikás látványbemutatón vehetnek részt az indulók és a drukkerek. A családi nap keretein belül lesznek többek között erdei élményprogramok, fajátékokat lehet majd készíteni, és élő állatokat is megcsodálhatnak a kicsik és nagyok. A részletes programot a pilisszentiván.hu oldalon tekinthetik meg. Szintén május 18-án, szombaton este 7 órakor Solymáron a Velence a hóban című német nyelvű komédiát fogja színpadra vinni a Deutsche Bühne Ungarna művelődési házban. A humoros darab a külföldiekkel való bánásmód témáját járja körül, ingyenesen látogatható. Vasútmodell kiállítás lesz Solymáron május 24-től 26-ig, péntektől vasárnapig 10 és 17 óra között. A művelődési ház aulájában felállított nagy terepasztalon berendezett működőpályás vasútmodellt az érdeklődők ingyenesen tekinthetik meg az említett 3 napon keresztül. Ismét a jazz muzsikáé lesz a főszerep Solymáron május 24-én pénteken este 20 órától. A Little Jazz Pub következő alkalmán Márkus Tibor és az Equinox vendégei a Bartók Konzi jazz tanszakának végzős tanulói lesznek, akik már diákként is aktív részesei a magyar jazz zenei életnek. A színvonalas zenei programra a belépés ingyenes. Nem csak Solymáron élvezhetjük ezen az estén a jazz zenét. Szent Ivánon a Gyémánt étteremben a Peller Jazz Club évadzáró alkalma szintén 24-én pénteken este lesz 19 órától. Mindhárom településünkön gyereknapi programok várják a legkisebbeket május utolsó hétvégéjén. Solymáron május 25-én szombaton a Művelődési Ház programjai közül válogathat mindenki kedvére. A már említett vasútmodell kiállítás mellett délután 2-től 5-ig kézműves foglalkozáson nyílik lehetőség az alkotásra, ezzel párhuzamosan pedig változatos műsorral fellépők fogják szórakoztatni a közönséget. A Joker Dance akrobatikus tánc bemutatója után a Cédus tánc együttessel népi játékokat és táncot lehet majd tanulni. 3:30-től Üveggolyók címmel Jós Tamás énekmondó lép fel zenés műsorával, majd 16:30-től a Holdfű Színház báb előadását tekinthetik meg a kicsik és a nagyok. Pilisszent Ivánon nyitott szertárkapu címmel katasztrófavédelmi gyereknapot szervez a Pilisszent Iváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület május 26-án vasárnap 10 órától 16 óráig. A helyszín a helyi tűzoltószertár lesz, ahol a gyerekek betekintést nyerhetnek a tűzoltók izgalmas, felelősségteljes munkájába. Vörösváron szintén 26-án vasárnap 13-tól 19 óráig ünneplik a gyereknapot a sportpályán. 15 óráig gyermektáncs csoportok fognak fellépni, majd 16:30-től 17:30-ig a Lóca együttes ad koncertet. A rendezvényen lesz mászófal, ugrálóvár, arcfestés, csillantetoválás, játékkunyhó, továbbá lehetőség nyílik homokképet készíteni és játékosan angol tanulni. Mindhárom település gyereknapi programja ingyenes. 5 éves a vörösvári hagyományőrző csoport, a Verisvárer Heimatwerk. Ebből az alkalomból május 25-én szombaton 18 órakor ünnepi műsor lesz a Művészetek Házában, majd ezt követően 8:30-től Batyus Báladi Berlender Puam és a Fünfdörfler zenekarok közreműködésével. A bárra jegyek elővételben a képernyőn látható telefonszámon és a Ziegler Siegfriednél váltható a 2000 forintos áron. Az európai parlamenti választások miatt idén Solymáron a Hősök napját nem vasárnap, hanem 25-én szombaton tartják. A 17 órakor kezdődő megemlékezés keretein belül fogják átadni a Solymárért kitüntetéseket is. Vörösváron 26-án vasárnap délután 3:30-kor
Koszorúzással fog kezdődni a Hősök napi megemlékezés a városi temetőben, a német és orosz katonasíroknál. Ezt követően 3 órától a Hősök terén lesz ünnepi műsor, melyben közreműködik a Német Nemzetiségi Vegyes Kórus, a Nosztalgia Dalkör, továbbá a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia díszőrsége és fúvózenekara. Helytörténeties lesz Pilis Szent Ivánon a Generációk házában május 27-én hétfőn 17:30. Az eseményen a meghívott vendég Szigetiné dr. Tóth Judit a plébánián fellelt Szent Iváni úrnapi képeket fogja bemutatni. Elisné Draxler Erzsébet és Encman László ismét várja a régi fotókat kedvelőket a képnézegető következő alkalmán, május 29-én szerdán. A Solymári Bauernhaus programja a szokásos időpontban 16 órakor fog kezdődni. Kulturális zenéses lesz május 31-én pénteken a Solymári Művelődési Házban. A rendezvény este 8 órakor Kazminski Tamás Takar le jól című kiállításának megnyitójával kezdődik, majd koncertekkel folytatódik. 9:30 Once is a Blue Moon, 9:30 pedig a Papa Rap Jam és Juhász Soma fog színpadra lépni. Mindenkit sok szeretettel várnak! Műsorunk véget ért, köszönjük figyelmüket! Híreinket és a programajánlatokat megtalálják honlapunkon is, a www.pilistelevizio.hu címen, műsorainkat pedig visszanézhetik a YouTube-on. Tartsanak velünk legközelebb is, a viszontlátásra!